Ünnepváró családi napot tartottak a kassai gyermekvasútnál. A Mikulás, az ördög és az angyal a kisvonat indulása előtt a peronról üdvözölte az utasokat, majd a családokkal megtelt kocsiba szálltak. Ünnepi hangulatban telt a kassai Csermelyvölgyben üzemelő, történelmi, keskeny nyomtávú erdei vasút szezonzáró útja. Azért különleges ez a kisvasút, mert az egyetlen fennmaradt és működő gyermekvasút az egykori Csehszlovákia területén. 1955 óta tulajdonképpen megállás nélkül működik. Ezen a hétvégén már hagyományosan az úgynevezett Mikulás Express közlekedik. Ez az egyik leglátogatottabb rendezvényünk és egyben a szezon lezárása, mondja a kisvasutat üzemelő polgári társulás tagja. A kisvonat 4 kilométeres szakaszon közlekedik, a karácsonyváró tematikus utazáson zömében visszatérő utasok vettek részt. Minden évben járunk ide, nekünk ez nagyon tetszik. Ilyen különleges, van ilyen régi vonatka, van egy Mikulás, ördög, angyalka, és gyerekeknek nagyon tetszik itt mindig. Az Üdülő nevű végállomáson ajándékokkal várta a gyerekeket a Mikulás. Sokan fényképezkedtek vele, a bátrabbak énekeltek vagy szavaltak neki. Karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este, minden pici ablakot. Nagyon szeretném, hogy eljöjjön a Mikulás és a Jézuska, és várom nagyon a karácsonyt. Vonatozni gyakran jöttek? Igen, gyakran. És nagyon örülünk, ha itt van a vonaton a Mikulás is. Az elmúlt két évben a kassai kisvasút a magyarországi Nagybörzsönyben működő, történelmi keskeny nyomtávú erdei vasúttal együttműködve mintegy 500 000 euró összköltségben valósított meg fejlesztéseket, beruházásokat. A költségek 85%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 10%-át pedig a magyar és szlovák kormány, illetve 5-öt a kisvasutak üzemeltetői finanszírozták. Egy ilyen pályázatnál az a legfontosabb, hogy az ember tartson egy kicsi egészséges egyensúlyt a között, hogy mit csinál a helyi lakosok számára, és mit csinál az ide látogatók számára. Mivel a szeretet ünnepét várjuk, elmondhatnám, hogy az az értékmegőrzés a kulturális örökségünk és az ipari emlékeink terén bővült egy ilyen szemléletváltással, hogy nem csak az adott tárgyakat őrizzük meg, hanem például a kihalásban lévő szakmákat is. Ilyen például a kovácsolt kerék öntő, a sikló csapágy öntő és a gépjármű asztalos szakmája, amivel volt szerencsém találkozni és gyönyörű fejlesztéseket véghez vinni. 1917-ből származik az a kocsi, amit Nagybörzsönybe életre keltettünk. Ott vannak például küllős kovácsolt vaskerekek és kassán a legöregebb Közép-Kelet-Európában működő gőzös katka esett át egy komplett kemence felújításon. Majdnem 140 éves. Az erdélyi kisvasutak nem csak kulturális és ipari emlékek, hanem kedvelt idegenforgalmi célpontok is. A kassai gyermekvasúttal idén több mint 50 000-en utaztak.